Néhány kattintással már a legprofibb filmtrükkök is megvalósíthatók az Eötvös Loránd Tudományegyetem új médiakultúra kreatív műhelyében. A világszínvonalú számítógépek és szoftverek segítségével a hallgatók olyan technológiákat használhatnak, akár a vezető filmstúdiókban vagy kreatív cégeknél. A számítógépek és szoftverek a grafikus tervezéstől a videószerkesztésen és a webfejlesztésen át a kiadvány szerkesztésig a legösszetettebb kreatív feladatok elvégzésére is alkalmasak. Nagyon erős volt mindig az elméleti képzés. A bölcsészkoron a médiaszak beágyazódik, esztétika, filozófia, magyar történelem, hogy nekünk van 59 BA szakrányunk és 76 temánk, 72 doktori programunk. Ez a negyedik olyan új médiakultúra kreatív műhely, amely a médiahatóság támogatásával jött létre. Az ELTE mellett a Pécsi Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen működik hasonló labor. Én az NMHH-ra egy 21. századi modern hatóságként tekintek, és ezért éreztük azt a feladatot is a magunkénak, hogy az egyetemeket a kreatív műhelyek átadásával ebben a világban segítsük. Ez a fejlődés, ami majd itt történik, illetve itt majd megvalósul ezeken a gépeken, ez határozza meg a digitális világ tartalmát és értékeit a jövőben. A most átadott média műhely 12 millió forintba került, ezt teljes egészében a médiahatóság finanszírozta.